jöjj be! Ki van itt? Nyugi. Ki az? Én vagyok Jákob. Morénáért jöttem. Nem értem. Hogy kerülsz ide? Mi úgy tudtuk, hogy meghaltál. Minden rendben. De egyet biztosan tudok. Nem hagyom, hogy magaddal vidd Morénát. Segítened kell. A nagyanyám. Nem! Nem vagyok a nagyanyád, és nem segítek. Menjünk. Nem! Hová mentek? Hová mentek? Laura telefonált, hogy felbukkant Jágó. Hát mégis én. Mercedes! Tomás! Segítsetek! Jágó! Hová mentek? Hová mentek? A szigeten megmenekültél, de innen nem fogsz. Az Istenért! Én Jágóval akarok menni. Menj arrébb! Maradj mögöttem. Hadd menjünk! Nem. Majd megnyugszik. Facundo Arana, Cvetkó Sándor és Gianella Neyra Nárai Erika főszereplésével bemutatjuk. Kocsis Marian, Andrész Kati, Melis Gábor, Boros Zoltán, Zakariás Éva, Balázsi Gyula, Kreszpó Rodrigo, Salinger Gábor, Ijjés Marió, Dolatis Andrea, Versényi László, Urbán Andrea, Dózsa Zoltán, Honc István, Boroknai Géza, Borosz Melda, Cető Roland, Sörös Sándor, Csernák János, Rudas István, Varga Tamás, Stukovszki Tamás, Boglányi Vitanilla. Anyám, Fábióval bemegyünk az irodába. Nem tartod túl gyorsnak ezt a tempót? Nem értelek. Mindenek előtt szeretném, ha az egész család összejönne. Van mit megbeszélnünk. Jaj, anyám. Így akarom. 10 percen belül legyen itt a ház összes lakója. Ez a ház leginkább szállodához hasonlít, de én teszek róla, hogy ez ne maradjon így.
Jól van, anyám. Jágó, én csak figyelmeztetni akartalak. Ezt hogy érti? Amit álmodtál, megmutatta neked, hogy mi fog történni. Ha most visszarohannál Morénához a fővárosba, hogy megkerest. Nem tévedtél nagyot, amikor azt mondtad, hogy amit láttál, valós volt. Pontosan az történt volna, amit álmodtál, ha elhagyod ezt a szigetet. Nem értem. Nem értem. Én pusztán felgyorsítottam egy kicsit az időt. Ennyit tettem, semmi mást. Amit átéltél, az a jövő volt. Senki se tudja a jövőt. Senki! Nem hagyom, hogy Moréna meghalljon. Rajtad áll, hogy ne így történjen. Jágó, ha visszamész Buenos Airesbe, beteljesedik az álom és valóban tragikus véget ér. Kérlek, ne kísérd a gondviselést, Jágó. Az istenek nagyon kegyesek voltak hozzád, hogy figyelmeztettek. Meg kell tanulnod, hallgatni rájuk. Nem hallgatok semmilyen istenre, ez nem az istenek műve volt. A maga lötyétől álmodtam ilyeneket. Boszorkányság az egész. A jövőt láttad. A szíved mélyén te is jól tudod. Milyen férfi az, aki nem szerzi vissza az asszonyát? Én nem azt mondtam, hogy ne szerezd vissza, hanem csak azt, hogy ez nem a megfelelő pillanat. Morénát sok veszélyes ember veszi körül, de nem lesz semmi baja. Morénával így illünk össze. Így. Szeretem. Ki se tettem a lábam erről a szigetről. Mi történt? A tested végig itt volt, de a lelked nem. A lelked valóban a városban járt. Lehetővé tettem, hogy oda menjen, de többet nem tehetek. Én figyelmeztettelek. És a nevem a síron? Az is csak álom volt? A síron. Az én nevem volt rajta, az is csak álom volt? Lehetetlen. Nem, hadd menjen csak. Jágónak ez az utolsó esélye. Rajta múlik, hogy felfogja. És mi lesz, ha visszamegy Morénáért? Moréna meg fog halni, és ez ellen nincs mit tenni. Miért vagy ilyen ideges? Nyugodj meg! Josefina asszony zaklatott fel. A nagyanyád! Jó, a nagyanyám idegesített fel. Miért? Ugyan, a történet, amit előadsz nekik, teljességgel hihető. A lényeg, hogy elég magabiztosan meséld el, és kész. Emlékszel a részletekre? Persze, hogy emlékszem rá. Talán jó lenne, ha belevinnél némi érzelmet is. Igyekszem, Áldó, de tudod, a nagyanyám idegesít olyan, mintha mindent látna. Nem kell aggódnod miatta. Eddig minden terv szerint alakul. A nagyanyád vak és eszes, de nem látnok. Ki az? Jászmin, uram. Nyitva van. Uram, Josefina asszony már csak önökre vár. Már is megyünk, Jászmin. Mehetünk? Gyerünk, köcsi. Ne izgulj, menni fog. Gyere. Sír az álmomból. De sírom. És most mihez kezdesz? Nos, anyám, ide rendelted a ház összes lakóját, mi pedig engedtünk ennek a szeszélyednek. Tiéd a szó. Örülnék, ha nem neveznéd szeszélynek a kérésemet. Azért akartam, hogy összegyűjjünk, hogy eloszlassuk azt a sok kétséget, ami között élünk. Nem tudom, hogy mire célzol. Egyszerűen nem szeretnék több félreértést és titkot ebben a házban. Mától fogva
Mindent nyíltan egymás előtt beszélünk meg. Fabio, szeretném tudni, milyen nevet kaptál a nevelő szüleidtől. Rivas. Ez volt a családnevük. A keresztnevem Gabriel lett. Gabriel Rivas. És mondd csak, mi lett velük, Rivasékkal, a nevelő szüleiddel? Meghaltak 4 hónapja. Egy végzetes autóbaleset következtében. Honnét tudsz róla, hogy Sirenio vagy? Onnan, hogy anyám, a nevelő anyám a halála előtt mindent elmesélt a kórházban. És megmondta, hol van az eredeti anyakönyvi kivonatom. De a személyt például vadonat új. Amikor megtudtam az igazat, azonnal megújítottam az igazolványom. Mert számomra fontos, hogy ki vagyok valójában. És végül hogy találtál rá a családunkra? Szerencsére értesültem Iago Valdez esetéről a híradóból. Onnan tudtam meg, hogy az a gazember el akarja foglalni a helyemet. Az ügy kapcsán derítettem ki, hogy hol laknak. Világos. Van még kérdés? Várhattál volna a kérdéseiddel estig, így már nincs értelme bemennem az irodába. Kénytelen vagyok itthon dolgozni. Jobb is. Legalább intézkedhetsz a DNS vizsgálat végrehajtásáról, amiben megegyeztünk. Úgy van. Milyen tesztről van szó? Anyámmal úgy gondoljuk, hogy az unokaöcsém az iratai mellett egy DNS teszttel igazolhatja a rokonságot. Biztosak akarunk lenni benne, hogy valóban Sirenio. Engedélyt kértem az én drága Frankon testének kihantolására. Gabriel, ha a génjeid megegyeznek a fiam génjeivel, bizonyos lesz, hogy te vagy az elsőszülött unokám, Fabio Sirenio. Remélem, nincs kifogásod a teszttel kapcsolatban. Dehogy, miért is lenne? Nálam jobban, senki se szeretné tudni az igazat. Így kezdődött az álmod. Megláttad a saját sírodat. Igen. Igen. Pedig ugye most nem álmodsz. Ide temették el azt a férfit, aki megpróbált megölni. Mindenki azt hiszi, hogy meghaltál, Iago. Azt hiszik, hogy téged temettek el. Most mit teszel? Megkeresem Morénát, mit tehetnék? Mit tehetnék? Ha most elmész Morénáért, biztos, hogy meghal. Felfogtad? Felfogtad, Iago? Fogalmam sincs, mit tegyek. Nézd, ha szereted Morénát, a szerelmetek nem hal meg soha. Na és akkor? Értsd meg, ennél többet nem tudok segíteni neked. Mostantól minden rajtad áll. Rosália, jól vagytok? Te és a gyerek is? Igen, igen, persze. Jól vagyunk mind a ketten. Hála Istennek. Nincs semmi baj. Akkor miért nézel így rám? Ezt az ügyvéd úr mondja el inkább, jó? Hannibal, tényleg fontos mondani valóm van. Miről van szó? A jó maga viselete meggyőzte a bírót, hogy szabadlábra helyezze. Hát, mégis kiengednek. Tényleg, ügyvéd úr? Igen, igen. És akkor most együtt lehetek veled és a kicsivel? Köszönöm, ügyvéd úr. Én csak működésbe hoztam a jogi gépezetet. De tudnia kell, a bíró kötelezni fogja, hogy jelentkezzen nála hetente vagy havonta, és hogy tájékoztassa, mit csinál és hogy hol lakik. Lakhat nálam, ugye nálam akarsz lakni? Hát majd megbeszélik. A lényeg, hogy kifogástalanul viselkedjen. Igenis. Egyébként mindenben szabadon cselekedhet. Értem, ügyvéd úr, és mikor engednek ki? Azt egy óra múlva megmondom. A bíró már jóvá hagyta a kérvényt, legyen nyugodt. Aha. Már csak a fegyházigazgatót kell meggyőznöm, hogy minél hamarabb szabadon bocsássa. Lehet, hogy ma már otthon is alhatsz.
Jágó, visszajöttél? Igen, de nem tudom, meddig maradok. Tanulj meg uralkodni a szenvedélyeden, különben ellened fordul. Mi fordul ellenem? Jágó, mi fordul ellenem? A szerelemre úgy kell vigyázni, mint egy újszülött csecsemőre. Ebben segíthetek, Jágó. Hogyan? Van valami emléket tőle, valami személyes holmi, valami... Nem tudsz kopogni? Ez mégiscsak a dolgozószobám. Biztos, hogy egy vérbeli szirénió sohasem tenne ilyet. Emlékeztetlek, hogy nem vagyok szirénió, főleg, ha megcsinálják azt a tesztet. Mégis mit akarsz? Vissza akarsz dugni a rács mögé, ha? Nyugalom, öcsi, nyugalom. Kérsz egy viszkit? Igyál valamit. Nem, csak az érdekel, hogy mit akarsz. Nyugodj meg. Elmesélek valamit. Egy régi történetet. Nyugodt lehetsz, hidd el, lépésről lépésre átgondoltam az egész tervet. Vagy úgy? Meghamisítod a vizsgálati eredményt? Nem, szó sincs róla. Hát akkor? Minden nagyon hivatalos lesz, és nyilvános, hogy senki se gyanakodhasson. Te bolond vagy. Visszadugnál a börtönbe, mikor már nem kellek, mi? Megnyugszol végre? A DNS tesztet a vér szerinti apád maradványaival fogják elvégezni. Ezt meg hogy érted? Hogy megértsd, el kell mesélnem valamit. Az életed történetét, Renzo. Mégis van valamit Morinától. Hogy a befolyása ne terjedjen ki az egész szigetre. Jágó, szépen kérlek, ne gyere vissza ide, amíg be nem fejezem a szertartást. Rendben. Azt állítod, hogy a sírban, amint Franco neve van, az én apám van eltemetve. Uh-huh. Érted már, miért nem kell félned a vizsgálattól? Azt nem értem, hogy anyám hogy volt képes eltitkolni előlem. Mindig azt mondta, hogy apa holtteste eltűnt. Griselda nagyon jó asszony. Te csak tudod. Jobban ismerem anyádat, mint ahogy te azt gondolod. Anyád fiatalon magára maradt. Fel kellett nevelnie a fiát. Pénzre volt szüksége. Nekem pedig egy sír kellett. Felajánlottam hát egy összeget, és ő elfogadta. Mert tudta, hogy a világ minden pénze se támasztja fel a férjét a halálból. Huszonöt éven át minden hónapban komoly összeget kapott, amit a nevelésedre költött. Ha megbecsülted volna magad, derék ember válik belőled, nem olyan, aki vagy. De semmi baj, kapsz egy második lehetőséget. Mikor mindenki előtt bizonyítjuk, hogy igazi szirénió vagy. Hát nem zseniális terv?
Meglátod, minden rendben lesz. Ha túl vagy a DNS teszten, és bebizonyosodik, hogy Sirénió vagy, az én Franco bátyám fia. Kaput becsukni! Kedvesem! Végre, végre, drágám, végre szabad vagy! Nem is hiszed el, hogy mennyire vártam ezt a percet. Én is, én is. Képzeld csak! Egész délután vacsorát főztem, vasírtot is sütöttem, ugye szereted? Hát persze, hogy imádom a főztet. Jaj, de jó, nem is tudom, mit csináltam volna, ha kiderül, hogy nem szereted a vasírtot. Szeretlek. Én is szeretlek. Nagyon, nagyon szeretlek. Én is szeretlek. Köszönöm. Szeretlek. Egyszerűen nem értem, miféle házasság Tomi és Morénája. Én még ilyet az életben nem láttam. Miért? Még hogy miért? Szerinted normális, hogy nem töltötték együtt a nász éjszakát? Ez nevetséges. Most is Josefina asszony szobájában fekszik. Komolyan adhatnának egy útmutatót, hogy az ember értse a családi viszonyokat ebben a házban. Én imádom nézni, ahogy szenved. Csak szenvedjen egész életében. Úgy kell neki. Minek ment hozzá olyanhoz, akit nem szeret? Ez a büntetése azért, amit Jágóval tett. Jaj, Jászmin, nem tudom, mondjam-e vagy ne, de az az érzésem, hogy egy valamit még mindig képtelen vagy elfogadni. Te is tudod, hogy Jágó igazi szerelme Morina volt. Miféle szerelemről beszélsz? Az a lány rászedte, megbabonázta Jágót. Kapóra jött neki Jágó, mikor megtudta, hogy ő Fábio Sirénió, nem érted? De meglátod, Isten nem ver bottal. Különben is nálam jobban senki sem szerette Jágót, engem ne hasonlíts ahhoz a nőhöz, kérlek. Elnézést. Igen? Jó napot. Jó napot. Segíthetek? A vendégszoba fürdőjében nem találtam töröl között. Már is viszem, uram. Kér még valamit? Nem. Egyelőre. Szia. Szia. Nem láttad Aldót? A dolgozó szobájában beszélgettünk, nyilván ott van. Fábio! Igen? Kérdezhetek tőled valamit, ha már egy fedél alatt élünk? Hát persze, ki vele? Fogalmam sincs, hogy szólítsalak, Gabriel vagy Fábio? Te mit gondolsz? Én teljes mértékben hiszek neked. Nincs kétségem, hogy Sirénió vagy. Szívesebben hívnálak Fábiónak. Ez a nevem, Fábio Sirénió. Más egyéb? Igen, remélem, hogy te meg én jóban leszünk. Most elnézést. Fábio, te vagy az? Igen, Josefina, én vagyok. Örülök, hogy itt talált. Van egy kérésem. Hadd halljam. Szeretnék ellátogatni a szüleim sírjához. Megmondanál, hogy hol vannak eltemetve? Hogy veszed rá anyádat, hogy beleegyezzen a házasságunkba? Tudod, anyámmal mostanában egyre jobb a kapcsolatunk. Mindketten egyetértünk abban, hogy ki kell vizsgálnunk, hogy Fábio vérbeli Sirénió-e. Ha netán szélhámos, anyám boldog lesz, hogy leleplezte. Ha pedig valóban ő az öcsém, azzal még jobban járunk. Akkor áldását adná, ugye? Ha ő az unokája, akkor biztos. Úgy látom, biztos vagy benne, hogy ő az öcséd. Ugyanúgy, ahogy azt is tudtam, hogy Jágó csaló szélhámos. Érzem, hogy
valóban ő a vér szerinti unokaöcsém. Igen, majdnem biztos vagyok benne. Az az érzésem, hogy a vizsgálat eredménye is ez lesz. Oldjad. Kössed. Kössed. Mozgatnod kell az anyagot a szent füstben. Tessék. Na. Csak szépen lassan. Szép lassan. Még egyszer, Jágó. Még egyszer. Ez az. Mutasd csak. A kettőtök szerelme nagy és hatalmas. Szinte tapintani tudom az erejét. Ez a rétus egyesít benneteket a távolság ellenére. Bár nem vagytok együtt, a szívetek most már együttemre dobog. Egyszerre ver. Ha egyesülni akarsz Morénával, húzd végig a csupasz tenyered a füst felett. Várj csak! Ez az. Érzem a szerelmeteket a levegőben. Szenved, ugye? Édes őrület vett rajta erőt. A szerelmébe őrül bele. Segítsen neki! Mostantól fogva nektek kell segítenetek egymáson. A távolság nem jelent akadályt, hogy egyesüljetek, a kilométerek nem jelentenek távolságot. Igen. Igen, az istenek megáldják ezt a szerelmet. Együtt mindörökre, időn és téren keresztül. Együtt. Egységben. Egységben. Hova mentek? Hova mentek? A szigeten megmenekültél, de innen nem fogsz. Az Istenért, én Jágóval akarok menni. Menj arrébb! Meg nincs semmi baj, itt vagyok, semmi baj nincs, semmi baj, jól van, jól van. A szívem mélyén tudom, rosszul tettem, amikor engedtem Aldo kérésének. Itt temettek el, még saját sírjét sincs, még nevet sincs. De tudom, hogy megértesz, szívem. Tudod, miről beszélek. De én nem értem, anya. És szeretném, ha megmagyaráznád. Hogy kerülsz ide? Apámhoz jöttem. Aldo elképesztő dolgokat mesélt. Fiam, az Istenért! Hogy titkolhattad előlem ennyi éven át? Értsd meg, Renzo, én... Miért hazudtál nekem, anya? Miért hazudtál nekem ennyi éven át, anya?
történt, kis szívem? Mi a baj? Mi történtél meg? Mi anya, baj anya, van? Jágó eljött értem, lerohantunk a lépcsőn, de megjelent Áldó kezében egy pisztollyal, amit Jágónak szegezett. Mondtam neki, hogy Jágóval akarok menni, erre lelőtt engem, és én meghaltam, anya. Jaj, édesem, ugyan már, édesem. Én már tulajdonképpen halott. Álmodtál, nincs semmi baj, szívem, nincs semmi baj, itt vagy velem, semmi bajod. Anya, meghal, de te élsz, semmi anya. Bajod nincsen, kislányom, anya. Semmi bajod nincs, nyugodj meg, kicsikém. Annyira, annyira hiányzik, Jágó, mama. Ó, drágám. Hozd vissza nekem, kérlek. Annyira hiányzik, Jágó. Nem tudom visszahozni, nem lehet. Meghalt, próbáld megérteni, kicsikém. Mama. Marin. Kérlek. Morena. Hány ingerem van? Kicsikém. Meg csak. Nincs jól, össze-vissza képzelődik. Félek. Nagyon aggódom, Tom, attól tartok, hogy végül megbalandul. Az nem lehet, hogy Jágó meghalt, Gardel. Missionészben halt meg. Ez nem lehet igaz, Gardel. A saját kezemmel temettem el. El akartam mondani neki, hogy kiengedtek. És megkérjem, legyen a kicsi keresztapja. Nagyon fáj. Jágóval az életem boldogsága is oda lett. Hogy tudsz élni nélküle? Minden maroknyi földdel, amit a holttestére dobtam, a szívem egy darabját is kiszaggattam. Minek éljek? Nem. Gondolj ránk! Az életemnek már nincs semmi értelme. Én itt vagyok, Gardel. Én itt vagyok, és számíthatsz rám. Gyere gyakran. Igen. Örülnék, ha meglátogatnál. Jó. Már csak ti maradtatok, akik szerettétek. Igen. És akiket Jágó szeretett. Így egy kicsit úgy érzem, mintha még itt lenne. Ezen a sírköven nem az apám neve áll. Eladtad apám testét a szirénióknak. Ne mondd ezt, fiam! Mégis mit mondhatnék? Ha? És még én szégyeltem magam a zűrös dolgaim miatt. Mert azt hittem, az anyám becsületes nő, akinek elvei vannak. De te rosszabb vagy, mint én. Ne ítélj meg, fiam! Próbáld beleképzelni magad a helyzetembe. Nézd el nekem, ha hibáztam. Az nem lesz könnyű, Griselda. Megyek, szedek egy kis gyümölcsöt ebédre. Nem kell, hadd csak. Kimegyek halászni. A folyóra. Veled mehetek? Persze. Igen. Remek. Lángocska azon kevesek egyike, akik városi létükre rendes emberek maradtak. Komolyan. Örülök, hogy ezt mondod. Az a helyzet, hogy amióta megismertem Gardelt és téged, minden más lett. Azelőtt vincsövesként kóboroltam, akinek sem múltja, se jövője, de most bármilyen furcsa hangzik is. Mellettetek úgy érzem, hogy végre van család. Jágó a családja. Á, igen, persze. Megyünk? Megyünk. És a botod? Nem lesz szükség botra. Nem, persze. Szigonnyal halászunk. Szigonyra se lesz szükség. Akkor mit használ?
Majd meglátod. Halló, jó estét! Dr. Rodriguez-t keresem. Az egyik páciens eredményei után érdeklődöm. Morena Gallardo de Salaberry. A férje vagyok, Tomás Salaberry. Éppen útban van hozzánk. Nem, de hogy ne haragudjon, de tényleg aggódom. Meg tudnám mondani a vizsgálatok eredményét? Jó, megvárom, köszönöm. Szemét láta. Nagyon zaklatott vagy. Igen, egy kicsit aggódom. Van miért, tudod? Mindannyian nyugtalanok vagyunk. Bármi is történt kettőnk között annak idején, senki sem maradhat közönyös, látva Morena szenvedését. Úgy hallottam, a vizsgálati eredményekről érdeklődtél. Kérhetek egy szívességet? Hm? Ne jussd bele az orrod, jó? Nem értem, miért haragszol rám. Én mindössze beszélgetni próbáltam vele. Tudom, milyen nehéz most neked, és fel akartalak vidítani. Kérlek, ne haragudj. Egy kicsit ideges vagyok, tudod? Hm? Nem értem, miért. Nem? Iago nem jelent többé problémát. Ebben tévedsz, Melina. Egy kicsit. Ezt hogy érted? Hiába halt meg, komoly gondot jelent. Így is. Jászmin, nem is ismered. Ha rágalmazni akarsz valakit, ahhoz konkrét bizonyítékok kellenek. A plegykálás magas iskola nem való akárkinek. Nekem elég egyetlen pillantás, hogy megmondjam, milyen ember. Ez a Fabio Serenio nekem nagyon nem tetszik. Nem lehet, hogy egyszerűen csak azt nem bírod megemészteni, hogy talán tényleg ő az igazi Fabio Serenio? Nem, ez a fickó titkol valamit, Luisa. Tudom, Luisa. A reggeli alatt is folyton Aldóra pislogott. Lehet, hogy ideges, hogy ne lenne rémült, amikor kezd ráébredni, hogy a családja voltak éppen bolondok gyülekezete. Én a felétől húznám a nyúlcipőt. Nem, titkol valamit, tudom. Jaj, Jászmin, ne butáskodj már, megint rémeket látsz. Jól van, azt hiszel, amit akarsz, Luisa. De ha igazam lesz, bocsánatot kérsz? Ne. Akkor is légy egy kicsit megértőbb Morénával. Szerinted nem vagyok, hogy megértem. Mi ez? Ez az én álmom, ez minden plegykafésztek álma, na gyere! Hagyj egy kis időt, légy vele egy kicsit megértőbb. Ez nyilván nem esik nehezedre, nem? Na. Mégis hogy képzeled? Hogy várhatod el, hogy megértő legyek és tűrjem, hogy a feleségem gondolatait, mint mindig egy másik férfi? Töltse ki, mert szívesz. Miért nem érted meg, hogy előbb-utóbb úgyis ráébred, hogy te vagy az egyetlen, akire számíthat? Fogd már fel, az Isten áldjon meg! Azt mondtad, előbb-utóbb? Igen. Mégis mikor? Mennyit Tomás... kell még várnom, mondd! Tomás, ez nem egyszerűen csak időkérdése, tudod? Lehetnél egy kicsit kedvesebb, gyengédebb hozzá, nyilván nem esik olyan nehezedre. Hiszen mégiscsak szereted, elvetted feleségül. Tom, meg kell vele értetned, hogy szüksége van rád. Nyilvánvaló, hogy egyik napról a másikra nem fogja elfelejteni Iagót. Mégis mit akarsz tenni? Ha? Küzdeni érte? Vagy ülsz ölbetett kézzel, és nem teszel semmit, egy kísérletet sem? Kipróbálod a módszeremet? De hogy csinálja, szigony nélkül? Gyere! Nem, maga is jön? Nem, érdekel a dolog, de inkább innen a szárazról nézném. Lángocska, figyelj! Most maradj csendben. Érzed már? Közel vannak. Nagyon közel. Koncentrálj! Érzed, hogy újra részévé válsz a természetnek. Akkor meglátod őket. Csukod szemmel is. Csukd be a szemed.
Mit akarsz, Szászó? Nem vagyok túl jól, Laura. Mi történt? Gyere be! Mi a baj? Mi van veled? Laura, Tiago meghalt. Meghalt. Nem tudom, hogy segítsek. Csak légy velem. Gyere. Jó. Nyugodj meg. Nem értem a módszer lényegét. Egyszerű. Figyelj. Megállsz a vízben. Nyugodtan vársz, mint mikor szigonya halászol. A halak közelebb jönnek. Eddig minden ugyanaz. De aztán bedugod a kezed a vízbe, és lehunyod a szemed. Csak a szívedre figyelsz. A halak közelebb jönnek. De nem lehet kétséged. Ezen múlik az egész. Ha a szíved jelez, akkor hopp, elkapod. Ennyi az egész. Nem? Bevallom, megleptél. Nem sok ember érzi a halakat. Sokan egész életükben gyakorolnak hiába, ő meg 2-3 kísérlet után. 3. A harmadikra sikerült. Az én halamat esszük. Gratulálok. Köszönöm. Mindig tudtam, hogy jó varázsú illas lenne belőled. Ez nem boszorkányság. Nem. Ez nem boszorkányság. Nem. Különben, ha boszorkányság volna, akkor is szívesen megtanulnék néhány trükköt tőled. Hogy kell elűzni egy jaguárt? Úgy értem, hogy te annyi mindent tudsz. Valójában semmit sem tudok. Én mindössze eszköz vagyok. Mi az, Jágo? Te megmutattad nekem a jövőmet. Meg tudod mutatni a múltamat is? Az Istenek számára minden lehetséges. Igen vagy nem? Igen, de jobb nem bolygatni a múltat. Minek hoznánk vissza? Nem véletlenül felejtetted el, Jágo? Tudnom kell, ki ölte meg az anyámat. Morena, mondja, tud róla, vagy gyanakodott, hogy esetleg várandós? Igen. Értem. Megerősítem a gyanúját. Édesanyja lesz. Kisbabát vár. Elnézést, nem tudtam, hogy itt van, doktor úr. Ez igaz. Tényleg kisbabám lesz, doktor úr.